Szerintem a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét azt már megszokhatták, hogy ebben a műsorban szeretünk egy kicsit elkalandozni a világ körül, és ebben mindig vannak segítőink, közreműködőink. Ábrahám Zoltán is volt már itt nálunk, de most egy újabb helyszínre barangolhatunk az ő beszámolója alapján, mégpedig Dubajba. Köszönöm, hogy itt van velünk. Én köszönöm a lehetőséget, hogy beszámolhatok a élményeimről. Mielőtt még Dubajba utaznánk, egyrészt honnan jött a gondolat, az ötlet, és kikkel utazott Dubajba? Hát a dolog úgy van, hogy ez nem egy egyszerű utazás, hanem a fiam 10 évet dolgozott Dubajban. És hát lehetőségem volt elég gyakran meglátogatni őket. És hát a látogatások alkalmával felszedett információk, tapasztalatok, azok, amik végül is arra gondoltam, hogy talán egy kicsit más oldalról is meg kellene világítani ezért Dubajt, mint amit a prospektusokban lehet látni. Akkor egy kicsit a kulisszák mögé, vagy az átlag turista szemével nem látott dolgok mögé is tudunk tekinteni a mai napon, a mai beszélgetésben. Akkor egy kicsit kezdjük az általános részekkel. Mit tartana fontosnak elmondani? Hát nagyon fontosnak tartanám elmondani, hogy a maga az uralkodó. Őt Mohammed bin Rashid al-Maktumnak hívják. Ez egy beszédes, jellegzetes arab név. Azt jelenti, hogy ő Mohammed, a Bin Rashid, hogy Rashidnak a fia, és az Al-Maktum, hogy a Maktum családhoz tartozik. Ez arab körökben viszonylag rövid név, mert vannak ott, ahol az újságban centiméterre lehet lemérni, hogy ki milyen előkelő abban az országban. Ő egy nagyon egyszerű családból indult, végül is uralkodók voltak, és volt alkalma megnézni a szülői házat. Hát mint egy magyar parasztanya a múlt század elején, gazdasági épületek, ólak, mi stb. De az volt a különbség, hogy a család az valahogy mindig gondolkozott. Ők voltak azok, akik először elkezdték kimélyíteni a kikötőt, amikor még a többi sejk úgy mosolygott rajtuk, hogy minek az. És most az a kikötő, amit elkezdtek kimélyíteni, ott jön be az arab öbölbe az árunak a döntő része. Hát ez az a nagy pénz, amiből Duba is gazdag lett, nem az olaj, ez maximum 6%. Tudni kell róla, hogy mint hogy a képek is mutatják, hogy egy nagyon közvetlen ember. Tehát nem én vagyok, ki vagyok, mi vagyok, hanem például együtt utazik a londoni metrón a fiával, a utazó közönséggel, vagy a hajókiállításon sétál, vagy van neki ez a kocka Mercedes Jeep-je, ami egyedül megy vele. Onnan lehet tudni, hogy ez az, hogy egyes a rendszáma. És hát sikerült a fiamnak, meg az unokámnak egy szelfit is csinálni a hajó kiállításon. Ő Angliába tanult, tehát eléggé megalapozott a tudás, így aztán a dubai járat, az Emirates-nek a 001-ese, az a Londonban repül. Úgyhogy ennyit ugye egy elsőnek. És mi az, amit még a tartózkodásról, vagy úgy egyáltalán Dubajról érdemes tudni, a határellenőrzésről? Hát mostan, hogy megszűnt a vízum kényszer, sokkal egyszerűbb lett, mint volt. Most 3 hónapig ugye ott lehet az ember, de előtte, meg ha valaki 3 hónapnál tovább akar lenni, akkor kell egy szponzor, aki azt mondja, hogy én gondoskodok róla, vagy kell bizonyítanom, hogy nekem van annyi vagyonom, hogy meg tudok élni. És ez igaz a segédmunkástól kezdve, egészen a vezérigazgatóig. A határátlépés az nagyon gyors, szakszerű, jó gépesített kamerákkal ellenőrzik az embert, viszont megnéznek minden csomagot, ami kifelé megy, és azt nagyon javaslom mindenkinek, hogy mákos pitét ne vigyen magában, mert hogyha elkapják, nagyon soká látja meg újra a szabad eget. Azt hiszem, hogy ha már említett, hogy ugye a fia kint él unokájával együtt, akkor nyilván az oktatási területről is vannak esetleg információi az iskolákról, mit kell tudni? Hát ezek nemzetközi iskolák. Ugye az alap nyelv az az angol, emellett tanítanak nekik némi arabot, meg franciát. Ami nagyon érdekes az, hogy például az az iskola, amiben ők jártak, ott az aulában minden diák országának a zászlója ki van rakva körbe, kiraktuk mi is a magyar lobogót, és minden évben tartanak egy nemzetek napját. Amikor fölvonulnak a
a diákok... Különböző náció, gondolom. Népviseletbe, aztán egy nagy terülterű asztalkán a nemzeti ételeket kínálgatják. Egy hihetetlen nagy esemény is nagyon jó. Tehát, hogy valahogy úgy próbálják egybe összehozni az embereket. Az oktatás az nagyon magas színvonalú, számítógépes alapon működik minden, tehát laptop nélkül be se lehet menni jóformán, szóval mindent, amit lehet adni, azt megpróbálják. Magára ez a modernitás, ez a városra is igaz, nem? Hát az új városra. A Dubaj az tényleg a homokból nőtt ki, mint hogy a képen lehet látni, valami eldöbbentő, vagy megdöbbentő épületekkel. Ott lehet látni, hogy jobb oldalt egy csavaros épületet. Hát amikor olyan először megláttam, úgy mondom, megvárom már, még összedől. Egyszerűen hihetetlen volt, hogy ez így megmaradjon. Ugyanakkor lehet látni egy ilyen magánlakás építésnél egy kolosszeumot. Van pénze, ő kolosszeumban szeretne lakni, hát miért ne építse meg? Furcsa, de én nem tudom. Maga a város az olyan jól van fölépítve, hogy a fő útja az a Sheikh Zayed Road. Az a Sheikh Zayed volt az Egyesült Arab Emirátusoknak a megalapítója. Ez egy ilyen 6x2x6x8 sávos út, és ez a tengely, erre vannak körbe fölfűzve a további utak, és nagyon ritka egyszer egy sávos utak. Ami nagyon lényeges az, hogy ez a hatalmas út is telítve van már, és amikor elkezdődött, látták, hogy itt már tovább nem lehet csinálni, nem új utat építettek, hanem megépítették a dubai metrót, ami tulajdonképpen párhuzamosan fut a Sheikh Zayed Road-dal, és sokat könnyített rajta. Ez úgy történt, hogy a Sheikh elhatározta, hogy 2009. szeptember 9-én 9 óra 9 perc 9 másodperc megnyomja az zöld gombot, és elindul a metró. És ez így is történt akkor ezek szerint. Igen, elindult. Ami nagyon érdekes még, hogy ugye főleg a bevásárlóközpontok, amik úgy nagyon érdekesek ott, hát hagyománytisztelők is. Az egyik jött a Ibn Battutáról, egy nagy arab utazóról nevezték el, és úgy alakították ki az egyes területeket, hogy azokra az országoknak hangulatát adja vissza. India, Kína, tényleg gyönyörű, és hát ott van a sípályás Mall of Emirates, tehát a Mall az a bevásárlóközpontot jelent, és hát hihetetlen dolog, hogy az ember ott áll az üvegfalnál, és a túloldalon ott síelnek, szánkóznak. És nagyon furcsa, amíg az ember arab ruhában lát embereket síelni, mert az, hogy a homok dűnén van valaki arab ruhában, azt mondom, hogy rendben van. Na de hóhegyeken az nem. És nagyon érdekes, hogy itt kialakult az úgynevezett malfutás. Ez azt jelenti, hogy a bevásárlóközpontok majd egy órával hamarabb kinyitnak, mint az üzletek, de már légkondicionálva vannak, és teljesen jó körülmények közt tudnak futni, akik ezt akarják csinálni. És ez egy ilyen bevált sport akkor? Igen, valahogy én is elnéztem az időpontot, és túl korán kerültem oda, és egyszer csak látom, hogy valaki ott fut. Hát úristen, hova fut? Hát nincsen áruhiány, hogy valami. Aztán jöttek többen is. És akkor ki volt írva pont, hogy meeting point, malfutás. Remek. És hát ami még a nagy építkezéshez tartozik, az a Burj Khalifa, ez a Burj az általában a hegyet, csúcsot jelenti. Hát szerintem ez volt a korunk piramis építése. Ugyanis a csúcsidőben 12 ezer ember dolgozott rajta, és amikor elérték már a 100. emeletet, akkor nem vitték őket haza, hanem lent a földszinten alakítottak ki helységeket, és hát valami hihetetlen intenzitással csinálták meg. És látszott a fényképeken, amiket úgy lehetett nézni, hogy a Sheikhnek az arcán ott van, hogy nézi a terveket, hogy ő nem egy tornyot akar, hanem a tornyot. És igen, szóval látszott is, hogy megváltozott az arca, amikor azt a képet mutatták neki. Városi legenda, hogy állítólag azért lett ilyen furcsa alakja ennek a Burj Khalifának, mert este, amikor már hazamentek a tárgyalásra, és még mindig nem tudták meggyőzni a Sheikhet, a főtervező odavágta a cigarettás dobozt, és ő kicsúsztak belőle a cigi, az adta az ötletet, hogy akkor ilyenre fog. Na, de hát ez csak, a városi legenda. Csak egy városi legenda. És akkor vannak még elektromos taxik is. Hát igen, ez nagyon meglepő volt nekem, mert ugye mindenki azt hiszi, hogy ó, arabok olcsó, olaj, meg mi, stb., nem minek nekik. És ugye ez benne van, ez is a Sheikhtől jön.
Tehát ő benne van az, hogy menni kell, mert olaj se lesz mindig, tehát folytatni kell a dolgokat, és most már lehet elektromos taxit is rendelni. Nem sok helyen van még a világon, de ők, akik az olajba állítólag dúskálnak, azért ezt már megcsinálták. És ugyanúgy nézelődnek a napenergia, meg minden más után, és lehet látni ezeket az erőműveket, amiket próbálnak megcsinálni. Ugye amikor az Újváros részéről elkezdtünk beszélgetni, akkor mondtam, hogy hihetetlen luxus és hatalmas nagy modernitás jellemzi. Nyilván az Újváros, de mi a helyzet az Óvárossal? Hát az Óváros az egy... Másik világ? Az egy teljesen más világ. Kétszer voltam ott, egyszer éppen, hogy le tudtam parkolni, másodszor nem tudtam leparkolni, tehát annyira zsúfolt minden. Egy tipikus arab negyed, tele nyüzsgése, kiabálása, mozgása, és ami engem meglepett, az a árusoknak, kartelezés, nem tudok rá más mondani. Próbaként megpróbáltunk venni ilyen 100 ml-es ópium parfümet. És elmentünk a különböző parfümboltokba, és mindenhol azt mondták, hogy 140 dirham. És akkor mondtuk nekik, hogy de hát nem lehetne olcsóbban. Mindenhol mondták, jó, 120 dirham, de csak magának. És amikor mondtuk nekik, hogy de hát mi már kaptunk ennél jobb ajánlatot is, erre megesküdtek a hallakra, hogy az hamisítvány, nem mint hogy ez eredeti lett volna, vagy biztos, hogy lopták. Szóval hihetetlen egységesek ilyen szempontból nagyon-nagyon tudnak mindent. Mennyire tartják a hagyományokat? Mit tapasztaltott? Hát ez a napi ötszöri imádkozás, ez megvan. Tehát mindenhol azokon a területeken, ahol arabok, illetve ahol ugye arabok laknak, mert vannak olyan helyek, amiket csak arabok bérelhetnek, és csak arabok vehetnek ott ingatlant. Ottan nem jó tájékozódási pont, hogy két tornyú mecset, mert annyi van belőle, hogy úgyis eltéved az ember, és müezzinek minden nap ötször eléneklik ezeket a dolgokat hangszóron keresztül, ami kicsit zavaró, hogy ezek nem sokszor hallótávolságon belül vannak, és kétféle éneket hall az ember, és ez... De. Ami például nagyon érdekes, hogy a nőknek a viselkedése, öltözködése. Az európaiaktól ugye elfogadják ezeket a kultúrát, ruhát, tehát rövid nadrág, rövid szoknya, nem túlzott mini szoknya, dekoltázs nem, de ott ugye három lehetőség van, vagy be van fedve a feje, vagy csak a szeme látszik ki, és vagy az egész arca el van fedve. Mert ez egy érdekes dolog, mert én nagyon kíváncsi voltam, hogy annak, akinek le van takarva az egész arca, az hogy eszik? És hát pofon egyszerű a dolog, úgy, mint a kis elefánt. Megfogja, felemeli, és így alukanállal berakja, de természetesen vigyázz rá, hogy ne lássa meg senki az arcát. Nőket egyedi nem lehet látni. Tehát ők vagy a családdal mennek, vagy, és ezt se tudom megmagyarázni, miért hármasával. Tehát mondtam a fiamnak, hogy te kérd, miért mennek ezek mindig hárman? Azt mondja, én sem vettem még egy kézre, hogy hárman mennek. És ők vezetik általában azokat a nagy terepjárókat is. Ennek pofon egyszerű oka van. Ők hordják a gyerekeket is az iskolába, és nem mindegy, hogyha van egy véletlen baleset, akkor egy 1200 kilós autóba ül az ember, vagy egy 2,5 tonnás terepjáróba. Úgyhogy ez megvan. Amit még nagyon érdekes itt a Dubajban, ugye az alkohol tilalma, amit a... Hát a vallásuk ugye. A Korán egyértelműen tiltja, hogy hithű muzulmán, ő ugyan nem. Licenc kell hozzá. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy engedélyt kérsz, hogy te vásárolhassál, ha kereseded maximum 10%-áig alkoholt. És hogyha ezt megkaptad, akkor bemehet az ember és vásárolhat, de úgy becsomagolják, hogy arról senki meg nem mondja, hogy mi van abban. Tehát még véletlenül se lehet kitalálni, hogy ott valami viszki, vagy sör, vagy bármi más van. Viszont van egy hely, a Resort Barracuda, jó messze Dubajtól, ott mindenféle kötelezettség, illetve előzetes engedély nélkül lehet vásárolni mindent. Tehát amit az ember el tud képzelni itt Európába, alkohol és italt, az ott megvan még talán több is. Hát mert gondolom a turizmusra is építenek azért. Hát nyilván. Azért azt nem mindenki találja ám meg. Uh-huh. Ez már az ott tehát mert ott ugye alkoholt lehet fogyasztani éttermekbe, meg meghatározott helyeken, meg a... Szállodákban nyilván. Igen, meg a, hol is a Vitorlásszövetségben, annak az az oka, hogy a Vitorlásszövetség elnöke is szereti és akkor őnek is megengedték, hogy használja.
És hát ugye volt szintén egy érdekes városi legenda, hogy állítólag egy festékanyagot forgalmazó cég úgy reklámozta magát, hogy ezzel befestik a házat, kívül, belül, fölül, alul, akkor Allah nem lát be, és nem látja, hogy mit csinálsz te ottan. Hát, hogy aztán ebből mi volt igaz, mi nem igaz, nem tudom, de lényeg az. Ilyen városi legendák nálunk is vannak. Ez sincs benne vagyis, hívjákokban, a prospektusban. Nagyon érdekes volt még, ami szintén nem biztos, hogyha valaki kikerül pár napra Dubajba, hogy a tévécsatornákat fogja nézni. Engem megfogott. Eszméletlen mennyiségű tévécsatorna van. A legkülönbözőbb politikai, gazdasági, mit tudom én, szerelmes énekek. Tematikus, mindenféle. Igen, de mindenféle van. Engem kettő fogott meg. Az egyik az egy, illetve a szaudarábiai tévé volt, azt hiszem két csatorna is. Egész nap nem közvetített mást, mint a mekkai mecsetet. A Kába kővel ott a fekete letakart épület, és mutatta, hogy a hitű muzulmánok hogyan mennek körbe, hogyan térdelnek, hogyan imádkoznak, este hogy van kivilágítva. Szóval, és egész nap csak ez ment. Szóval ez valami olyasmit, hogy el tudjuk képzelni, mint ha lenne egy olasz csatorna, amelyik a Szentpéter teret adja egész nap, hogy ott mi történik. A másik az egy inkább az érdekessége miatt ilyen néptáncos út, ilyen férfi karok énekeltek, így felálltak sorba, és pálcával léptek előre, hátra, és énekeltek mindent. Ez még nem lett volna érdekes, de az, hogy előfordult az, hogy ilyen kicsike kis géppisztolyokkal hadonáztak ott, és abban csinálták a ritmust, meg mindent. Nem értettem, hogy miről énekeltek, de nem voltam egészen biztos, hogy ez a régi hagyományokhoz tartozik a dolog. Furcsaságokról már beszéltünk, ugye voltak furcsa épületek, meg érdekes szokások, meg ilyesmi. Hát gondolom, hogy érdekes sportokkal is találkozott. Hát kettő volt, ami nagyon meglepett. Az egyik az, szintén tévében láttam, nem volt alkalmam személyesen nézni, az a teve verseny volt. Ez ugye abból áll, hogy vannak a tevék és futnak, és van a hajtójuk. Régebben ez a hajtó egy kisgyerek volt, aki öltött a teve pupján és püfőte a tevét. Ezt betiltották, mert baleset és élet és baleset veszélyes volt, hanem most egy kis robot van fönt, amit hogyha bekapcsolnak, elkezd pörgetni egy ostort és üti a tevét, az meg szalad. Na most a versenypálya az úgy néz ki, hogy van egy szabályos starthely, és a pálya mellett van egy autóút. És az autóúton mennek az autóval a tevék tulajdonosai, akik vagy ők nyomogatják a tevepüfölő gombot, vagy a szolgájuk nyomogatja, de ott mennek mellette, és megy a verseny. Olyan, mintha a lóversenyen ott mennének a ló mellett, és szurkolnának neki, és hát óriási hangzavar, meg rivalgás, de hát az autók is, amik ott vannak, hát nem 5 forint az ára, ez hihetetlen nagy. A másik az pedig egy fölfoghatatlan volt, a sivatagi lóverseny. Ez abból áll, hogy a sivatagban, abban a melegben tényleg lovagolnak, de nem úgy, hogy poroszkálnak, vágtatnak. És a verseny az azon dől el, hogy a lovas hogyan tudja locsolni a lovát. Ez pedig úgy történik, hogy a segédszemélyzet ilyen 5 literes kannákat ad föl neki, és vagy a fejét, vagy a nyakát, vagy a mellét, vagy a lábát locsolja, és dobja el, és akkor folyamatosan adják fel, hogy szegény ló nehogy hőgutát kapjon. És locsolják, az meg vágtat, és végül is az szerintem, mennyire ezt ki tudtam menni, az nyer, aki legjobban tudta locsolni a lovát, hogy az kibírta ezt az egészet. Szóval ilyet nem láttam még életemben, hogy így versenyeztették volna a lovat. A meleget említette, mit kell tudni az időjárásról? Hát tulajdonképpen 3 dolgot. Meleg, melegebb, legmelegebb. Még melegebb? még melegebb. Ugye először elkövettük azt a hibát, hogy nyáron mentünk, és amikor megérkeztünk éjfélkor a reptérre, és egy igen kellemes 41 fok fogadott bennünket, ami még napközben felemelkedett még 45-re is, tehát ez nagyon meleg. Ősszel, tehát az itteni őszi időjárásnál van az, hogy kicsit lejjebb megy a hőmérséklet, 25-28 fok környékére, tehát a gyerekek is nagyon hamar megszokták, mert amikor elment, tehát 25 fok lett, akkor megkérdezték, hogy anyu, hova ment el a meleg? Tehát ő nekik az már hideg volt. Tehát, és ezért aztán nélkülözhetetlen a légkondicionáló, minden épület légkondicionálva van, és sajnos az a szokás, hogy azt hiszik, hogy az az előkelő, aki minél hidegebb levegővel fogadja a vendégeket,
Hát én nekem erre egy tüdőgyulladásom ráment, úgyhogy ezt itthon kezelték ki a végén, mert nagyon csúnyán beteg lett. A másik pedig a tenger, az is olyan meleg, és nyáron fölmegy ilyen termál fürdőre. És hát mesélték, hogy volt úgy, hogy a mit tudom én, 2 éves kisgyereket ilyen beülős gumikarikába berakták, hogy a tenger, hogy... És olyan jó érezte magát, hogy elaludtat a ringatásban, meg a melegben. Úgyhogy ez nagyon jó. Ami nagyon veszélyezteti most szerintem Dubajt, itt a eső, a fényképen is lehet látni, hogy mi történik. Ugyanis korábban Dubajban évente összesen 2 napot esett az eső. Tehát nem az, hogy 2 napig esett, nem, hanem hogy összesen 2 napig. Tehát nincs csatorna, nincs vízelvezetés, és ahova összefolyik a víz, az ott marad addig, amíg vagy el nem szivárog, vagy el nem párolog. És hát ugye megépítették ezeket a pálma szigeteket, ahol azért $1 millió mérték a lakásokat, attól függ, hogy mekkora volt, és hát egyszer jött egy egynapos eső, és beáztak. És hát ugye a tulajdonosok nem mint arabok, ők voltak már olyan egyhetes eső után se ázott be a ház, és mondták a kivitelezőnek, hogy hát micsoda dolog ez. Egy napi eső után beázik a ház, és erre azt mondták, hogy de hát uram, ez nem ilyen szélsőséges igénybevétel volt tervez, hogy egy napi esik az eső, hát ebből is botrány lett. De ugyanez volt a gyerekek iskolájában, és amikor egyszer ott voltam, délelőtt esett az eső. Na mondom, milyen jó, pont úgy, mint otthon. Délután elmaradt a tanítás? Nem, délbe jött a SMS, hogy menjünk kimenteni a gyerekeket. Így, elmenteni, kimenteni a gyerekeket. Hát nem tudtam, hogy miről van szó, elindultam, és hát útközben már láttam az ilyen árokba, vízbe szorult autókat, tehát óvatosan kellett lavírozni, hogy hova megy az ember. És amikor megérkeztem az iskola aulájába, ott olyan hangulat fogadott, mint ami akkor lehetett, amikor a Titanic fedélzetén rájönnek, hogy süllyed a hajó. Pánik, menjünk haza, mentsél meg, vigyük el, vigyétek el, minden. Szóval nagyon, hát egy kicsikét túl volt liegve, de nagyon komolyan vették, mert az is kezdett beázni, és hát nem tudtak mit kezdeni a gyerekekkel, úgyhogy azt hiszem, utána 2 napig nem volt se tanítás, se úszó edzés, hogy úsznak, se úszó edzés, mert a eső beszennyezte a medence vizeket, úgyhogy nem nagyon vannak rá főkészülve. Hogy mit fognak vele kezdeni, nem tudom, de hát az időjárás változás miatt egyre gyakoribb lesz ez az esőzés. Talán ezek miatt is, ezek a klímaváltozás és egyéb dolgokkal kapcsolatos dolgok miatt, amin az elején említett, hogy elektromos taxi, meg hogy az alternatív energia felhasználás, környezettudatosság, lehet, hogy ezért is szerepel ilyen preferált helyen. Hát igen. És hát ugye gondolkoznak más lehetőségekbe is, és a sejk áll ennek az élén, hogy például a tevék ugye egy jellegzetes arab állat. Ezek nem biztos, hogy mindenki tudja, de ezek nem igazán háziasítottak. Lehet látni a sivatagban tevecsordát, mi se többit. Ő pedig fogta magát, és létrehozott egy 3000 tevés tevefarmot, ahol arra büszke, hogy emberségesen bánnak a tevékkel. Nincs botozás, nincs ostorozás, nincs semmi. Ilyen 12 fős csapatokban vannak a tevék, úgy gondozzák őket, és amikor eljön a fejés ideje, akkor 12 bemegy, beáll a helyére, és jutalmul, hogy beállnak, kapnak egy ilyen nagy sárga répát. És ebben úgy rá vannak szoktatva mindenre, tehát tényleg ilyen kedves bárányként viselkedni. Azért volt szerencsénk odaérni erre a tevefarmra, mert a laborvezetője egy magyar hölgy, jó barátja a fiaméknak, és hát ő mutatta meg, hogy mi mindent lehet csinálni a tevetejből, meg mi mindennel próbálkoznak. Hát érdekes, kicsit más az íze, mint a tehéntej, talán zsírosabb is, de jó ízű a joghurt belőle, a jó ízű ez az amaz. Egyedül akkor még nem tudták Európába exportálni, mert 135 fokon kell pasztorizálni, ott pedig bebarnul a tevetej egy kicsikét, de hát dolgoznak rajta, és legutóbb információk szerint már valamilyen út tom módon sikerült. Szóval ez a sejknek a büszkeség arra, hogy van nekünk a tevénk, és akkor azért tenyészük őket, csináljuk jobbá, hogy jobbak legyenek. Ez is kellemes. Ez is mutatja az ő, hát nem azt mondom, hogy felvilágosult, de széles látókörű gondolkodását, mert azért hihetetlen fegyelem van ottan. Hogyha még gyorsan néhány kérdésre van időnk itt műsorunk végén, hogyha az ember azért egy ilyen vidékre gondol, akkor a sivatag az biztos, hogy eszébe jut. Igen.
Ez egy kedvenc szórakozás az ott lévőknek, mint ahogy a képen is lehet látni. Kimennek autókkal, leeresztik félre a kereket, és akkor dűnéről föl, dűnére le. Egyszer történt egy ilyen eset, hogy az illető rosszul számította ki a dolgot, és orra beleállt a dűne aljára, abban a pillanatban fölfúdott a légzsák, és másnap megvitték a szerelőhöz, hogy magától fölrobbant. Hát ugye nem látott semmi sérülést, mert a homok az nem okozott, és szerintem azóta is gondolkoznak a gyárban, hogy mitől indult el magától ez a légzsák. Úgyhogy ez egy érdekes dolog volt. Szintén ilyen érdekesség erre a vidékre, Duhajra jellemző csodálatos szállodák, látványos építkezések. Hát igen, az ember mindig csak forgatja a fejét, mert a két egymás követő látogatás után is mindig sokat fejlődött. Talán a legismertebb a szállodák közül ez a vitorla szálló, Burj Al Arab, ugye? Igen, a képes lapokon is különböző prospektusokon jelent. És hát volt rá lehetőségem, hogy egyszer így befizessek egy ilyen à la carte ebédre. Hát döbbenetes, hogy milyen szép ez a szálló belülről. Aki talál bármilyen fényképet az interneten a Burj Al Arab belsejéről, az higgye el, hogy az úgy van. Az tényleg az. Az ott aranyozott, csillog, villog minden. Maga az étterem, az fönn van abban a keresztárbóc részbe, oda külön liftel lehet fölmenni, és hát az étel hihetetlen. Hogy mennyire gondoskodnak az ember, illetve a minden területnek megvan a maga vezetője. És saját szememmel láttam egyszer, hogy aki a süteményekre volt felelős, ott volt 10-15 percig, igazgatta, pakolgatta, nézegette őket, és amikor bevégezte, akkor elindult, és megállt a lépcső tetején, és visszanézett, hogy jó-e. Hát ilyenektől 7 csillagos egy szálloda. Nem attól, hogy jó lesz ez Józsikám egyet. Na hát én köszönöm, hogy elhozta nekünk ezt a gazdag beszámolót, és hát nyilván más egy útlakó szemén keresztül hát nézni. Hát én köszönöm a lehetőséget, és szeretnék egy kis meglepetést átadni, mert amikor a menyem, akinek a arab szokások miatt fő kellett venni az Ábrahám Rita nevet, mert különben nem hitték el, hogy a fiam felesége, írt a barátnőjével egy kis könyvet, hogy közel-kelet női szemmel, a közel-keleti karma. Beszédes egyébként, a borító is mutatom. Tehát igen, egyébként tényleg ilyenek ők ketten, ő és a barátnője. Nagyon sok érdekes dolog van benne, és szerintem önnek is biztos új meglátást az, hogy ott milyen üvegpalafon van a nőknek a gazdasági meg üzleti életben. És köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt volt velünk, és hát várjuk a beszámolókat, hiszen most már mondhatjuk azt, hogy számíthatnak erre a Fehérvár Televízió nézője, hogyha ön valami érdekes helyen áll, utána azt megosztja velünk. Jó, majd megpróbálom összeszedni. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, fehérvári beszélgetésekkel természetesen holnap is számítunk majd a figyelmükre itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra.